Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezek a legfontosabbak. Belügyminisztériumi országos judóbajnokságot rendezett Makó. 2015 a támogatások éve volt. Maradtak a negyedik helyen kézilabdás lányaink. Makón rendezték meg a Belügyminisztérium országos judó bajnokságát, a Marosparti városba 150 versenyző érkezett. Így küzdöttek a Belügyminisztérium szervezeteinek dolgozói ma délelőtt az Erdei János városi sportcsarnokban. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság kapta ugyanis a Belügyminisztérium országos judó bajnokságának szervezési jogát. A verseny helyszínéül a makói sportcsarnokot választották, ahová az ország 30 városából közel 150 sportoló érkezett. Megtiszteltetés, hogy a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság megkapta a rendezési jogát, ugyanakkor az is megtiszteltetés, miként a megnyitóban igyekeztem utalni rá, hogy bebocsátottunk Makón a Makovec Imre által megálmodott és elkészült sportcsarnokba. Én azt gondolom, hogy Makó városa, maga a sportcsarnok méltó helyszín ahhoz, hogy a sportoló képességeihez, a sportbéli kvalitásaihoz igazodóan egy nagyszerű versenyt rendezhessünk. Makón nem ez volt az első ilyen nagy jelentőségű sportesemény, erre legutoljára 2005-ben volt példa városunkban. A mostani egy közös együttműködés alapján valósulhatott meg. Nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen hosszú évek óta ilyen jellegű rendezvény nem valósulhatott meg. Makó városában több mint 30 sportegyesület működik, sajnos maga a judó sportág nem működik egyetlen egy sportegyesület fenntartásában sem, de a harcművészetek tisztelőinek, akik ebben a közösségben élnek, Makóváros tekintetében úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy kuriózum, hogy helyszínt adhatunk ennek a rendezvénynek. A Belügyminisztérium dolgozói számára fontos a sport, hiszen a rendőrök munkája komoly fizikai megterhelést igényel, a megfelelő kondíció által pedig minden akadályt le kell tudni küzdeni. Erre is alkalmas a judó, amelyet most a makói közönség is megismerhetett. A sportcsarnokban minden makói középiskola és a kiszombori diákok is érdeklődve figyelték a Páston zajló küzdelmeket. Ez mindenképpen egy unikum, egyfajta érdekesség itt Makón, főleg azért, mert judó sport, versenysport, judó edzések nincsenek. Én azt hiszem, hogy ez sokkal színesebbé teszi ez a kis momentum is. Nem is beszélve arról, hogy a judóban most világviszonylatban is azért kezdünk fölzárkózni, egyfajta pozitív munka folyik, és itt a vendégek, versenyzők között is vannak olimpikonok vagy országos szintű versenyzők. Ilyen például Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok magyar cságáncsozó, aki szintén részt vett a makói rendezett judó bajnokságon. A vele készített interjúnkat jövő héten mutatjuk be. Térségi beszámoló ülést tartott tegnap délután a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Makó térségi szervezete. Ezen kiderült, hogy a 2015-ös esztendő a támogatások éve volt Makón. Szerdán délután a Glorious Hotelben tartotta éves beszámolóját a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Makó térségi szervezete. Elsőként Farkas Éva Erzsébet polgármester számolt be a város gazdasági helyzetéről, a vállalkozásokat érintő tervekről. Elmondta, a 2015-ös év elsősorban a támogatásokról szólt. Több mint 460 képviselőtestületi határozati döntésünknek jelentős része volt azoknak a támogatásoknak az elbírálása és elfogadása, amelyel Makóváros különböző társadalmi rétegeinek igyekeztünk segíteni. Ez tükrözte az akkori költségvetésünk is, hiszen 2015-ben jelentősen nagyobb összeget különítettünk el szociális támogatásokra. A támogatások keretében megjelentek a családok, hiszen a bébi kötvény árát több mint duplájára emeltük, de megjelentek a gazdák, hogyha a piaci helypénznek az eltörlésére gondolok. Megjelentek a vállalkozók, hogyha a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérleteknek, bérleti díjaknak a csökkentésére, 100%-os csökkentésére gondolok. Az idei esztendőben a fejlesztések tekintetében elsősorban állami hozzájárulásokra számít az önkormányzat, de emellett megyei támogatásokat is igénybe tud venni. A turizmust és a gazdaságot élénkítő programokat is beindítanak, amelyek a helyi vállalkozások számára is segítséget jelentenek, tette hozzá Farkas Éva Erzsébet. A polgármester beszámolóját követően Nemesi Pál
Tamán, a Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke tartott tájékoztatót a kamara megyei szintű munkájáról, majd Donát Roland, a helyi szervezet vezetője ismertette tavalyi tevékenységüket, valamint az idei év terveit. A kamara legfőbb feladata ugye az érdekképviselet, a információnyújtás, szakmai fórumok rendezése, és a kistérségi szervezet a megyei szervezetnek egy helyi lába, és itt is megpróbálunk olyan fórumokat, illetve rendezvényeket tartani, ahol ezeket vállalkozók számára nyújtani tudjuk. A térségben 1200 vállalkozás működik, ebből közel 100 volt a tavalyi évben kamarai tag. A szervezet célja az idei évben, hogy tagjainak számát növelje. Az egészségügy állapotáról tartott demonstrációt a Magyar Munkáspárt a héten. Bejárták Csongrád megyét, tegnap pedig a Makói Kórház rendelőintézete előtt hívták fel a figyelmet saját álláspontjukra. Korábban már több ízben szerveztek tüntetést az egészségügy témájában a Munkáspárt tagjai, most is egy országos demonstrációt kezdeményeztek. A napokban bejárták Csongrád megyét, Szegeden, Szentesen, Hódmezővásárhelyen jelentek meg, míg tegnap a Makói Kórház rendelőintézet előtt demonstráltak. A Munkáspárt az arra járóknak szórólapon és szóban ismertette elképzeléseit, ők hogyan fejlesztenének a magyar egészségügy állapotán. Közép-európai országok közül mi költünk a legkevesebbet az egészségügyre, a GDP-nek a 3,9%-át, a többi ország mind többet. A Munkáspárt azt mondja, nem most mondjuk 26 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy mint régen a szocializmus idején 10%-ot kell költeni az egészségügyre, mert ez az adóforint, a mi pénzünk az adóforintból a költségvetésnek tervezik, 10%-ot az oktatásra, ami másik ilyen ágazat. A Munkáspárt azon az állásponton van, hogy kevés az orvos és az ápoló a kórházakban, ezért még több szakember munkába állását sürgetik, de ennek feltétele a jó minőségű egészségügyi szakképzés. Továbbá korszerű, tiszta egészségügyi intézményeket és szakszerű gyors ellátást szeretnének, valamint azt szorgalmazzák, hogy legyen olcsóbb a gyógyszer, és minden magyar ember számára legyen ingyenes az egészségügyi ellátás. Az enyhe időjárás miatt Csongrád megyében már január végén virágzásnak indult több allergén növény is. Emiatt a betegek allergiás tünetektől szenvednek. A pollen szezon kezdeti szakaszát elsősorban a megelőző téli időjárás és az aktuális hőmérséklet határozza meg. A tavasszal virágzó fáknak szükségük van a téli fagyra, ha ez elmarad, virágzásuk a magasabb hőmérséklet hatására hamarabb elindul. Ennek következménye, hogy a tavalyi évhez képest átlagosan egy hónappal korábban köszöntött be Csongrád megyében az allergia szezon. Az idei év 8. hetében összesen 7 féle allergénport mértek a levegőben, köztük vannak a ciprus és a tiszafélék, melyek alacsony koncentrációban jelentek meg, míg erősebb pollen tartalmú az éger, a kőris, a fűz és a mogyoró. A mogyorónak a beállítása már lassan befejeződik, ugye ez az legelső allergén, ami általában megjelenik, tehát ez a hét elején közepes koncentrációban volt a levegőben, viszont a másik három az éger, kőris és a fűz a hét elején magas koncentrációban volt a levegőben. A betegség minden korosztályt érinthet, akár már kisgyermekkorban is jelentkezhet. A szakember tapasztalatai szerint az életkor előre haladtával egyre gyakoribb az allergiás megbetegedések száma, amely komoly tünetekkel jár. Lehetnek légúti tünetei, ugye ez egy náthás, tüsszögős megbetegedés tünetek formájában jelentkezik, de igen nagy számban okozhat szemtüneteket, tehát kis ekcémás foltokat, szemviszketést, könnyezést, úgyhogy mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy akinek bármilyen pollen allergiája van, azt figyelje a tüneteit, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. A kezelés jelenleg csupán gyógyszeres formában érhető el, melyet célszerű a kezelőorvossal egyeztetni. Emellett tanácsos a párás esős időben sokat sétálni a szabad levegőn, hiszen olyankor lecsökken a pollenek száma. Rövid híreket láthatnak. Szombaton is nyitva lesz a kormányhivatal. A március 15-i hosszú hétvége miatt március 5-e munkanap, ezért ezen a szombaton kell ledolgozni a március 14-i hétfői pihenőnapot. A Csongrád megyei kormányhivatal járási hivatalai pénteki munkarend szerint, tehát 8-tól 12 óráig lesznek nyitva. A Makói kormányablak március 5-én szombaton reggel 7:30-tól délig várja az ügyeiket intéző állampolgárokat.
A Magyar Honvédség jelentősen megnövelte a határon szolgálatot teljesítő katonák létszámát. A veszélyeztetett határszakaszokon gép- és harcjárművek bevonásával erősítette a járőrözési feladatok végrehajtását. Emiatt Csongrád és Bács-Kiskun megye közútjain és településein katonai járművek megjelenésére lehet számítani. A belügyminisztérium a lakosság megértését és türelmét kéri, valamint felhívják az utakon közlekedők figyelmét, hogy a menetoszlopokat megfelelő körültekintéssel közelítsék meg, és ne soroljanak be a katonai járművek közé. A magyar turizmus világszinten az élen jár, teljesítménye nemzetközileg is kimagasló, minden fontos mutatója nőtt tavaly. A turizmus dinamikus fejlődése egyre nagyobb mértékben járul hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 39. utazás 2016 nemzetközi idegenforgalmi szakkiállítás mai megnyitóján. Hozzátette, a turizmus állami intézményrendszere átalakulhat, de erről még nem született döntés. Városunkat a Hagymatikum képviseli a 4 napos rendezvényen, ahol bemutatásra kerül a fürdő új, többnyelvű katalógusa. A női kézilabda NB2 délkeleti csoportjában szereplő Makó KC vereséggel tért haza Csorvásról, a tabellán azonban megőrizték a 4. helyüket. A tavaszi szezon 2. fordulójában vereséget szenvedett a Makó KC női csapata a Csorvás otthonában. A találkozó küzdelmesnek ígérkezett, hiszen a tabella 3. helyén álló gárda a 4. helyezetet fogadta. A mérkőzés eleje ezt a képet mutatta, hisz a két gárda fej-fej mellett haladt egészen 4-4-ig. Ezt követően azonban ellépett a Csorvás 4 egymás utánban dobott góllal, amelyre nem érkezett makói válasz. A félidőben pedig már 5 gólos 13-8-as hazai vezetés mutatott az eredményező tábla. A Marospart a gárda a 2. fél időben csak futott az eredmény után, ám a meccset már nem tudták saját javukra fordítani. Az 5 gólnyi különbséget lecsökkentették 3-ra, így a végeredmény Csorvási SK Makó KC 20-17. A makóiak legeredményesebb játékosa Draxler Dorottya volt, aki 6 gólt szerzett. A Makó KC női együttesen most szombaton hazai pályán a jelenleg ezüstérmes szomszédváros csapatát fogadja. Nagy Sándor Miklós lányai a Hódmezővásárhelyen csapnak össze 17 órától az Erdély Jánosváros sportcsarnokban. A mérkőzés teljes egészében a jövő héten láthatják itt a Makói Városi Televízióban. Híradunk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Belügyminisztériumi országos judóbajnokságot rendezett Makó. 2015 a támogatások éve volt. Maradtak a 4. helyen kézilabdás lányaink. Most pedig lássuk, milyen időjárás várható holnap. Pénteken kezdetben több felé számíthatunk még esőre, záporra, délután viszont egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint felszakadozik a felhőzet. Reggel 6, délután 11 fok lesz. Kedves nézőink, mint ahogy azt már megszokhatták, híradós anyagainkat újból megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornán, illetve a www.makotv.hu weboldalon. A híradó után a következő műsorokkal várom Önöket. 18 óra 15 perctől a Társalgó kulturális magazinnal jelentkezünk. 18 óra 50 perces kezdettel a Mecsek legszebb tájain címmel láthatnak természetfilmet. 19 óra 10 perctől a Fókusz című hírháttér magazinunkat tekinthetik meg. 19 óra 25 perctől pedig Péter Szabó Szilvia koncertjének részleteivel búcsúzunk. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó, legközelebb holnap este jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!